több taggal és kiadványal érkezett a Gyulai Könyvhét rendezvényére az Aradi Kölcsei Egyesület. A szervezet jelenleg 135 éves, és annak idején azzal a céllal hívták életre, hogy óvja és terjessze a magyar értékeket, gyarapítva az ott élő magyarok kulturális életét. Az egyik könyv, amit elhoztak Gyulára, Feszti Árpád Krisztus temetése című monumentális triptihonjáról készült kiadvány. Az eredeti alkotás, a 13 méter hosszú és 4 méter magas kép jelenleg becsomagolva fekszik az Aradi Szépművészeti Múzeum pincéjében. Az Egyesület pályázat segítségével szeretné megmenteni a képet. A Kölcsei Egyesület pályázott egy pályázaton, hogy bontsuk ki. Erre kértünk pénzt, méghozzá a magyar kormány írta ki ezt a pályázatot, de idegenbeli alkotások, magyar jellegű alkotások megmentésére, tehát ez pont erre illik, mert ez magyar jellegű idegenben van, és nem tudni, hogy néz ki, vagy milyen állapotban van. És akkor megírtuk a pályázatot, és ha kapunk pénzt, akkor kibontjuk elsőbb is. Tehát ez a pincéből el kell vinni, mert ott veszélybe is van egy árvíz, vagy mit tudom én, mi csőtöréssel baj lehetne. Az Egyesület a könyvek kiadása mellett elkötelezetten támogatja a civil kezdeményezéseket, többek között a diákok számára indított szakköröket, szabadidős programokat és kiállítások szervezését. Szervezünk kiállításokat, például az egyik sikeres kiállítási mód, hogy az aradi festők képeit összegyűjtjük azok a fizikai személyektől, akik tulajdonok, a tulajdonosok. Azok kölcsönadják nekünk egy hétre, persze van olyan kép, amik nem jól néz ki, azokat restauráljuk mi, és kiállítjuk. Volt olyan eset, amikor egy öreg néni a kiállításban sétált, hogy melyik az ő képe, alig ismerte meg. Már annyira megváltozott, miután mi a restaurátorunk helyrehozta. A későbbiekben az Egyesület szeretné szorosabbá tenni Gyulával a kulturális együttműködést.